És sziasztok, én Elcsen vagyok, és a mai videóban inkább csak így beszélgetni szeretnék veletek ugye a suli első hetéről. Ugye most van hétfő, a második hétnek a kezdete a suliból. Elmarad az első órám, ezért 9-ig itthon vagyok, ezt kihasználva pedig gondoltam csinálok egy ilyen kis beszélgetős vlogot. Tehát el szeretnék mondani nektek így pár dolgot, így sztorizgatni szeretnék picit. Tehát, mint tudjátok, vagyis hát még nem tudjátok, mert még egyáltalán nem mondtam, én katolikus iskolába járok, de ugye tavaly előtt lett katolikus az iskolánk, és hát nem szólok be a vallásba, valaki hisz benne, valaki nem, mindegy, tehát a katolikus iskolában annyi változott meg, ugye, hogy a házi rend szigorodott, valamint vannak dolgok, amiket nem lehet megcsinálni, olyan dolgokat, amit még annó meg lehetett csinálni, vagy nem lehet úgy öltözködni, nem lehet úgy hordani a hajunkat, nem lehet sminkelni magunkat, körmöt festeni, dicsértessék a Jézus Krisztussal kell köszönni, tehát elég nagy a izé. Nem azért én sosem sminkeltem magam, a körmömet se festem be sose, még alapozót se teszek fel suliba meg semmi, a szemöldökömet is néha megcsináltatom, mert tudjátok, hogyha nincs megcsináltatva, ha nincs befestve egy kicsit barnára, akkor nem akarok ebbe belemenni, mert már mindjárt sírok. Nem tudom, valaki már biztos észrevette, hogy nekem a hajam az utóbbi hónapok során kicsit azért be lett melírozva, ugye pár szőke csík van benne. De ez sem olyan feltűnő, mintha mit tudom én zöldre, egy tincs zöldre lenne befestve, egy tincs pirosra, feketére, tehát nem olyan feltűnő, tehát olyan természetes. De nem! Ezt elmesélem nektek, remélem nem bánjátok. Tehát úgy kezdődött az egész, hogy ott álltunk barátnőmmel, beszélgettünk, tehát semmi olyat nem csináltunk, és akkor egyszer odaállít így mellém. Így nézett ki ez az egész szituáció. Te! Nem olvastad a házi rendet? Én meg erre csak ezt tudtam mondani. Tehát először nem tudtam, hogy miért mondom, anyám miatt szólt be? Hát nem úgy öltözködök, tehát hogy... És akkor így nem értettem, hogy miért szólt be. És akkor utána ő még folytatta. A hajviselet! Na de minden. És tovább dzsalt. Most komolyan, ez annyira feltűnő ez a kis melír. Most ez olyan, mint a be lenne zöldre festve az egész hajam. Tehát most nem értem, hogy ezt miért kellett megszólni. Ó, a tanár kedvence, tehát vele pont nem voltam ilyen kapcsolatban. Folyton, ugye ott ültem mellette, folyton hátrafordult és lesett. De... Nekem nem volt kifestve sose a körmöm suliba, nem vagyok az a típus, aki így festi a körmét, meg mázolja magát. Ő nem az, hogy ez én megszólom, mert hát mindenkinek szíve jogó, hogy mennyire szereti magát ugye festeni meg a körmét is. Kicsit fura volt ez a szituáció. Mindegy, tehát nem tudom nektek, hogy telt az első hetetek az iskolában. Nekem úgy a tanulás szempontjából rendben vagyok. Ugye már most is észrevettem, már most, hogy azért egyre több lesz a házi, egyre nehezebbek. Aki közelebb lakik Pesthez, meg ott lakik Pesten, tehát neki azért könnyebb lehet, mert ott vannak helyben nagyon jó dolgok, de hát itt egy ilyen kis elkülönült városban nagyon nincsen ilyen. Igen, tehát... Én nem olyan nagy városban lakok, hogy úristen. Nem lakok Egerben, se Gyöngyösön, se Budapesten, tehát itt lakok egy ilyen kis semmiben. Tehát köszönöm szépen, megnéztétek a videót, ennyi lett volna ez a kis vlog. Nem tudom nektek, hogy zajlott az első hét, ha gondoljátok, írjátok le kommentbe, vagy Askefemen, vagy nem tudom, bárhol. Tehát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor mindenki lájkolt és iratkozzatok fel. Egyetem voltam. Sayonara, Mina. Mi egy ilyen kis vlogot... Jaj, bocsánat, nem én beletöttem a mikrofonon. Minden videómban minimum egyszer belőtök a mikrofonomba. Úristen!